Az év egyik leglátványosabb csillaghullását figyelhetjük meg augusztusban. Mint minden évben, idén is keresztezi útját a Föld és a Perzeidák meteorraj. Ezek a meteorok a légkörben 80 kilométeres magasságban szinte elgőzölögnek, amikor gázatomokkal találkoznak. Ezután körülbelül 20 kilométerrel később megsemmisülnek. Ezt látjuk mi, ezt a jelenséget nevezik hullócsillagnak. Az éjszakai égbolt egy párcalagos képződmény, a párhuzamosok megszűnni látszanak, és ezt úgy hívja a csillagászat, hogy radiáns pont, egy metszés pont, hogyha összekötnénk a meteorok csíkjainak irányát gondolatban, akkor egy pontban metsződnének, és ez található a Perzeus csillagkép irányában, ezért nevezzük őket Perzeidáknak. Ezeket a hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik, a meteorok pedig egymás 130 éve keringő üstökösről származnak. És bár a köznyelv hullócsillagnak említi, valójában ezek nem csillagok. Az égi jelenség azonban ennek ellenére is gyönyörű látvány lehet, melyet az éjszakai égbolton figyelhetünk meg. A tetőpontot augusztus 12-én és 13-án éri el. 10 órától éjfél felé különösen, vagy hajnali 1-2 óra felé, akkor kelet, délkeleti irányban, úgy két arasznyi magassággal a horizont fölött, hogyha kinyújtott karunkkal ugye az araszunkat az égboltra mérjük, akkor bizony sokkal jobban, könnyebben el tudjuk csípni szabad szemmel ezeket a meteorokat. Hullócsillag egyébként minden éjjel látható valahol az égen, szinte óránként. Ám ilyenkor a Perzeidák érkezése miatt akár percenként is láthatunk egy-egy ilyen fényjelenséget, ha jó helyen keressük.